Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a péntek délután hozzám Szilássomjóra, és részt vesz azon a programon, ami lényegében a Bátori Napok először tartunk ilyen, hogy hivatalos megnyitó. Hegbosztasság divat lett másfele, és azt mondtuk, hogy jó, akkor mi is kinevezzük ezt az alkalmat, ami mindig is egy kiállítással kezdődtek a Bátori Napok, és ezt most kinevezzük hivatalos megnyitónak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden vendégünket, de elsősorban Szeled Dénes képviselő urat, aki a Szilágy megyei RMDSZ elnöke, Albert is, és jelenleg csak egyedüli testvérvárosi, jelenlegi testvérvárosi képviselői, de mindnyájan itt vannak, hála jó Istennek. És kitettek annyit, mint három küldöttség, és nagy szeretettel vártuk őket. Nagy szeretettel köszöntöm Kovács Zoltánt, a Tanügyminisztérium kisebbségügyi államtitkárságának a kabinetfőnökét, Dari Tamás főtanfelügyelő helyettes urat, és Kovács István, a Picsalmar igazgatóját, Vida Annát, a Magyar Iskola igazgatóját. Tehát ha így felsorolom, hogy milyen szépen összegyűltünk, akkor úgy érzem, hogy jelentős ez a pillanat. De én nem fogom szaporítani a szót, mert nem én voltam, tudtam erről a pályázatról, de nem én voltam, aki ezt megcsináltam, úgyhogy átadom a szót azoknak és annak, akik ezt véghez vitték, hogy egy cseppet meséljenek a kiállításról. Ezennel hivatalosan is megnyitottuk a Bátori Napokat. Hát én akkor rögtön a dolgok közepébe vágnék, mindenek előtt. Szeretettel köszöntök mindenkit a Csongó utca 8 szám alatt a szalon cukor készítő műhely helyén. És ezt azért mondom, mert mi is most fedeztük fel a sok reklám között, hogy a Csongó utca 8 szám alatt nagyon finom szaloncukrot készítettek, majd a reklámon, reklámokat figyelve észrevehetünk. Tehát tulajdonképpen ez az anyag, ez úgy jött létre a kiállítás, úgy gyűlt össze az anyag, hogy a Communitasnak volt egy felhívása, egy pályázata a tavalyi évben, az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában címmel. Ezt megpályáztuk, elnyertük a pályázatot, és akkor összeültünk, egy 4 tagú csapat alakult ki tulajdonképpen. Hárman vagyunk itt. Ugye nem látom Sallai Károly tanár urat, Fekete Szabó Katalin, Bocsvájler Ilona, Sallai Károly tanár úr, és jó magam dugtuk össze a fejünket, hogy mit lehet ebből kihozni. És azt hiszem, hogy amikor elkezdtük, akkor meg nem fordult volna a fejünkbe, hogy ilyen sokat lehet kihozni. Tulajdonképpen ami az indításunk volt, hát a cím után, már a pályázati cím után az volt, hogy mennyi fér egy évszázadban, ez volt a pályázatunknak a címe, és lényegében amit meg szerettünk volna mutatni, az a magyarok a város életében. Tehát mivel járult hozzá a magyarság ebben a 100 évben, mert csak a 100 évre szűkítettük le a keresést, kutatást, feltárást, ezután mivel járultunk hozzá a város életéhez, felosztottuk nagyjából, illetve hát mindenki vállalt valamit, és elkezdtük gyűjteni az anyagot. Amikor azt hiszem, hogy másodjára vagy harmadjára összeültünk, akkor már látszott, hogy óriási lesz az anyag, és ezt a tavaly lezárult ugyan a pályázat elé tárni. Hát ez úgy is lett, hogy gyűjtögettük az anyagot, és amikor végül tényleg összeállítottuk, akkor meg az volt a következő lépés, hogy húzzuk meg. Mert annyi, amennyi összegyűlt, annyit nincs, hogy kiállítani bannerekre semmiképpen, mert nagyon-nagyon sok lett volna az anyag. Tehát tulajdonképpen a kiállítás gondolatébresztő. Megjelöltünk témaköröket, megpróbáltunk témakörök mentén lehetőleg a jelentősebb pontokat egy kicsit kifejteni, igazából kifejteni semmit nem tudtunk,
ezért mondom, hogy gondolatébresztő, tehát minden témakör mentén még bőven lehet dolgozni, gondolkodni, kibontani, akár külön téma körönként is. Mielőtt átadnám a szót, hogyha szólni szeretnétek, én szeretném megköszönni hát mindannyiuk munkáját, és külön köszönetet mondanék Jojkics Attila tanár úrnak, itt van valahol, aki nagyon-nagyon sokat segített könyvészettel, meg nagyon sok anyagot kaptunk tőle, amiből dolgozhatunk. A borászati részhez pedig Acsádi Anikótól kaptunk anyagot, gondolatokat, ötleteket. Meg volt. Igen. Köszönjük szépen, és hát én azt mondom, hogy tessenek körülnézni, ismétlem még egyszer, illetve most már harmadjára gondolatébresztő. Tehát pontok vannak, gondolatok vannak, bármelyik gondolat mentén el lehet indulni, van még anyagunk is hozzá, amit nyilván, amit mondtam, nem tudtunk kitenni, de ez a jövő titka és zenéje még, hogy ebből mennyire tudunk bővíteni, bővíthető. A már meglévő anyagból is, és hogyha kapunk még anyagot önöktől, a városiaktól, gondolatokat, ötleteket, emlékeket, akkor szívesen veszünk, és az archívumba legalább is betesszük, és utána pedig meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Úgyhogy tessenek szétnézni, és tessék szeretni Szilágy Somlyót. Mindezekkel, ami volt, és mindazzal, ami van mai nap is. Ha szeretnétek szólni, én csak annyit tennék hozzá, hogy utólag sokan jelezték, hogy még lenne anyagjuk, hát rajta, hozzák, vagy dolgozzák fel, bárki előtt szabad a pálya. Amit mi itt elvégeztünk, én csak annyit mondhatok róla, hogy jó mulatság, férfi munka volt, bár férfi csak egy volt a csapatunkban, de jó volt ezzel betecselni. Igen, Rati? Hát akkor még valami? Nem. Én ebben nem tudtam részleni, nem volt időm, csak mindig Fandinérből értesültem az anyagnak a növéséről, meg az, hogy egyre nő az anyag. Én egy ígéretet tudok tenni, tessék nekiállni. Tessék összegyűjteni az anyagot, tessék keríteni egy jó szerkesztőt, hogy vállalja el valaki a szerkesztését. Én a könyvkiadáshoz a pénzt előteremtem. Ennyit tudok ígérni. Úgyhogy rajta, és akkor kihagyjuk. Egy gondolat még, csak tényleg egy gondolat, mert van itt két banner, ami egy picit előtt a többitől, egy kicsit fiatalosabb. Azt viszont lányunknak, Emesének kell megköszönjük, mert ez az ő ötlete volt. Mi, nem tudom ki mennyire év ilyesmit, mert ez abszolút nem értettem volna, nem ért. Igen, és akkor visszatérve a szilárdsági magyarok díjai, egy név nem jelenik meg, aki már egy része megjelenik könyvben, hogy Kajdalcsikat szerkesztette. A második része is meg fog jelenni könyvben, a második kötet. Az, mivel Fajda Attila sajnálatos eltávolodása után keletkezett, és amiben a munkát mindig a programfüzeteken, szerkesztésében mindig a lányom végezte el, ezért majd őt kérem fel, hogy szerkesztse kötetbe. A második kötet az a szilárdsági magyarok díjból, mert én úgy érzem, hogy Szilágy megyének és nem csak, hanem a régiónak az egyik legjelentősebb díja, ez a szilárdsági magyarok díj. És holnap is átadunk, amit mindenki szeretettel várunk. A közöntések terén elfelejtettem említeni Bere Kisvárt megyei tanácsot, mert annyira itthoni, hogy és megkérném szeretnének, hogy szóljon egy pár szót hozzánk akkor. Tisztelt elnök, kedves barátaim, hát akkor, mikor a szerendezbegő megszületett az ötlet, hogy ugye tettelem az ünnepelt a román társadalom, hogy azért a magyarsági terdében érték megtartó, értékteremtő közösség volt, és valahogy ezt fel kellene tüntetni, hogy szembenézenek mások is azzal, hogy ez a közösség nem ért hiába itt Erdélyben, ezen a területen.
Annál inkább örülök, hogy Szilárd jó is megragadta az ötlet, hogy megteremtsék, összeszedjék tulajdonképpen mindaz, ami az elmúlt 100 évben történt, és lám, milyen sok van, és még mennyi kimaradt. Tehát én úgy értékelem, hogy egy nagyon szép dolog, hiszen ha nem gyűjtjük össze, ha nem szedjük össze, nem marad az unokónak. Eltűnnek ezek az anyagok, egyik családnak az egyik fiókjában, másiknak a másik fiókjában, de egy összeszedve, bemutatva, aztán majd Szémon Péternek igazán ki kell adni egy albumban kötetbe, mert ugye most megjelent a harmadik kötet a Sereslegi Magyarok képekbe is, ami egy nagyon szép dolog. Tehát valahogy tartsuk meg ezeket a dolgokat értékként, és hogy tovább tudjuk adni. Hiszen én végignézve, igaz, hogy nagyon gyorsan, mert nem volt idő rá, az elmúlt 30 évnek a történéseit, lám mi is tettünk hozzá a ma élő szilárdsömbölyi magyarok. Sokat-sokat tettünk hozzá ahhoz a 100 évhez, ami egyébként szilárdsömbölyi megért. Igaz, abadunk, ez egy olyan dolog, amivel számolnunk kell, de tény az, hogy érni akarunk, hogy értéket akarunk teremteni, mint gondoltam, és hogy ezek az értékek látványosak ott vannak a téren, ott vannak az iskolákban, ott vannak az intézményekben, és hogy ezt a munkát tovább kell folytatni. Én nagyon szeretném, hogy összeszedni a többi anyagot is, tényleg maradandót alkotva letegyük az asztalra a jövő nemzedéknek, hogy lám, mit fognak ők is hozzá tenni. Tesznek, én nagyon remélem, hogy igen, és értéket fognak tenni, megbecsülve azt is, amit az elmúlt évszázadban, vagy mi tettünk hozzá a mai élő emberek, és hogy ők is hozzá fognak ehhez komoly értéket tenni. Hát én gratulálok ahhoz, amit dolgoztak, rengeteg munka van itt lám, benne, összegyűjteni az anyagot, aztán majd feltüntetni. Tehát nagyon sok munka van benne, mindenképp annál nagyobb a gratuláció és köszönet is egyben, hiszen egy olyan dolgot vittek végbe, ami, mint mondottam, maradandó, értékteremtő, és ugye a jövőre nézve nagyon-nagyon hasznos. Köszönöm szépen, hogy gratulálok. Köszönöm szépen, hogy nem készült. Először is nagyon szépen köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk. Nagyon fölemelő érzés visszatérni ide, és közöttetek lenni, és egyáltalán ezt a gyönyörű anyagot látni. Én annyit tennék képviselő úr által elmondottakhoz, hogy nagyon fontos az is, hogy mi kerül a fejekbe. Mi kerül ebből az anyagból az ifjúság tudatába. Mert hogy ugye ez bátorítás is a jövőre nézve, hogy ezt a munkát folytatni kell. És az apadás ellenére valamiféle tartást, valamiféle olyan erőt adni a fiataloknak, hogy ez ösztönző legyen, és vigye előre ezeket a gondolatokat, és ezt a közösséget építse. Úgyhogy én ehhez gratulálok, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt lehetünk. Köszönöm szépen! Én reménykedem, hogy a pedagógusok aztán, hát most mondjam a magam példáját, mert ezzel sokat tanulkodtuk, hogy az orvosok körül csak a kórházigazgatók kerültek be, mert már visszatudtunk feltüntetni, tehát számszerűen, mert hála fél Istennek voltak. Meg ilyen dolgok vannak, hogy nem lehet mindent és mindenkit feltüntetni. Hát én is megköszönöm még egyszer mindenkinek, hogy eljött. Várjuk még a lengyeleket, mert ők is késnek. Polgármester úr is szólt, hogy elkészte ezt a rendezvényt velünk, de majd felhívjuk, hogy nézze meg, mert kiállításunk három nyelvű, úgyhogy mindenki megérti, mert ugyanaz a szöveg van románul, angolul, mint ami magyarul is. Ugye akkor mindenkit felkérjük, hogy tessenek nyugodtan levenni. Azelőtt, ha szabad még egy gondolatot, ehhez a gondolathoz kapcsolódva, amit Bárajai Márton felvetett, hogy mi kerül a fejedbe, ezt akkor már is mondhatom, hogy akár úgy is tekinthetjük, hogy már kibontottunk egy oldalát, egy kérdést ebből a gyerekekkel, aminek holnap lesz a bemutatója a Hétköznapi Hősök program keretében, 6 gyerekkel, akik hetedikesek, Mártonfi István doktornak, aki Szilárd Csomjának egy nagyon híres orvosa volt, az életét, munkásságát dolgoztuk fel, bontottuk ki, tehát ott egy ember, és pontosan ezért, hogy kerüljön be a fiatalok tudatába is. Tehát...